elkezdődött a csapadékvíz elvezető csatorna kiépítése Újfehértón. Legutóbb tavaly nyáron okoztak a nagyobb esőzések súlyos gondokat a városban. A víz nem csak az udvarokba folyt be, hanem elöntötte az ingatlanokat is. Az önkormányzat először 160, majd 300 millió forintot nyert belvízvédelemre. Újfehértő egy mélyen fekvő település, és emiatt a városra lehulló csapadék nagyon sok helyen okoz problémát. Többek között a mögöttem látható Farkasnyári utcán is évek óta fennálló probléma az, hogy egy nagyobb, kiadósabb eső, vagy egy tartós eső esetén az itt lakók életét megkeseríti a csapadékvíz, hisz nagyon nehéz közlekedni. Nagyon sokan járnak ezen a szakaszon kerékpárral, személyautóval, és ez elég nagy probléma, hogyha a sárban, vízben kell közlekedniük. Úgyhogy ezért is volt jó ötlet, hogy erre a területre is beadtak egy pályázatot korábban, amely szerencsére nyert, és már a kivitelezés szakaszában vagyunk. Hamarosan a Farkasnyári utcát befejezik, aztán itt végeztek, akkor a Tokaji utca fog következni, amelynek szinte teljes szakaszán megújul a csapadékvízhálózat. Ott is vannak gócpontok, ahol szintén nagy eső esetén komoly csapadékmennyiség jelentkezik, illetve beadtunk egy pályázatot, és bízunk benne, hogy nyerni fog. A Májváskert egy jelentős részét is szeretnénk a csapadékvíztől mentesíteni, de még mindig vannak olyan helyek a városban, amit majd szeretnénk, ha lesz rá lehetőség, pályázati forrásból megújítani. A Farkasnyári utca után a Tokaji utca hosszabb és forgalmasabb szakaszán kezdik meg a munkálatokat. A csatornaépítés ezeken a szakaszokon várhatóan májusban fejeződik be. De a városvezetés továbbra is pályázni fog, hogy a város teljes területét korszerűsíthessék. A belvízvédelem mellett a városvezetés több egyéb beruházást is tervez. Aláírás előtt van a kerékpárút fejlesztési pályázatunk megvalósításának a szerződése. Itt a városközpontot kell valahogy kerékpárral járhatóvá tennünk. Ennek keretében megújulnak útszakaszok, kerékpársávok kerülnek kialakításra, új kerékpártárolók is lesznek a főtéren, hiszen ennek nagyon hiány van a város, valamint az útfelújításoknak köszönhetően a nem csak kerékpárral, hanem személyautóval közlekedők is jobb útviszonyok között közlekedhetnek, valamint látni azt, hogy most eljött a jó idő, és egyre többen pattannak kerékpárra, és ezt a fejlesztést követően már nagyobb biztonsággal tudják megtenni, akár a idősebbek, akár a kisgyermekes anyukák, és a fiatalok is biztonságos körülmények között tanulhatnak meg kerékpározni, ami nagyon fontos dolog a mai világban. Újfehértó főtere az egyik legforgalmasabb csomópont a városban. Itt több száz ember fordul meg naponta. A kerékpárút belvárosi szakaszának megépítése nem csak biztonságosabbá, de kényelmesebbé is tenni a közlekedést. Ezen a szakaszon a 4-es főút okozta átmenő forgalom az autósok és a gyalogosok közlekedését is nehezíti, ezért a későbbi tervek között szerepel lámpás kereszteződés kialakítása is.